Több mint egy hónapja április első napjaiban kellett bezárni ideiglenesen a Bonyhádi piacot. Az intézkedésre, ugyanúgy, mint az ország számos településén, azért volt szükség, hogy lassuljon a koronavírus terjedése. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármester akkor azt mondta, a piac ugyan bezár, de gondoskodnak arról, hogy az árusok tudjanak dolgozni, a helyiek pedig friss termékeket venni. Egy felhívást tettünk közzé az ő számukra, amelyben kértük, hogy jelentkezzenek mindazok, akik bonyhádiak, illetve Bonyhád 40 kilométeres körzetében élnek, és alapvetően őstermelők, kistermelők, felsoroltunk minden olyan terméket, amit várunk, hogy árusíthassanak Bonyhádon, és kijelöltem a közterületi rendeletünket módosítva plusz olyan helyeket, mert eddig is tartalmazott árusító helyeket a rendelet, de plusz olyan helyeket a városban, amelyek mind térben, tehát földrajzilag elkülönülnek egymástól, és akkor nem egy helyen koncentráltan, hanem a város különböző pontjain lehet majd találkozni az árusokkal. Az árusok tehát az elmúlt hetekben is dolgozhattak a város frekventált helyein, a helyiek pedig hozzájutottak a jól megszokott házi termékekhez. A fordulat május 3-án következett be. Akkortól vált nyilvánossá ugyanis, hogy május 4-től a kormány lazít a szigorú vidéki intézkedéseken. Sorra jelentették be a települések, hogy még a héten újra megnyitják a piacaikat. Így tettek Bonyhádon is, a jó hírról a piacot üzemeltető Bonikom NKFT vezetője számolt be. Arra az örömteli tényről tudok beszámolni, hogy május 8-ával, péntekkel a piac a szokott helyen és módon kinyitja kapuit. Ez azt jelenti, hogy heti két alkalommal, keddenként és péntekenként várjuk mind az árusítókat, mind pedig a vásárlókat. A piac tehát újra üzemel Bonyhádon, de mivel a vírus még mindig jelen van, ezért az üzemeltetők kénytelenek voltak rendkívüli intézkedéseket elrendelni a közösségi tér használatával kapcsolatban. Némi megszorítással még élünk, tehát a korábbi rend teljesen még nem állt vissza. Erről egy pár információt szeretnék megosztani a kedves televíziónézőkkel. Legfontosabb tudnivaló, hogy milyen termékeket tudnak beszerezni az oda látogatók. Röviden összefoglalva, mezőgazdaságból, mezőgazdasági termékekből álló palettát találhatnak. Ez azt jelenti, hogy a húsféléktől a méz, a tojás, a zöldség, a gyümölcs, az élőállatig bezárva virágok, palántákat tudnak ott vásárolni a látogatók, és továbbra sem állunk nyitva a bútorkereskedőknek, a ruhaneműt forgalmazóknak, a szerszámforgalmazóknak, korábban arra is volt példa, ő türelmüket még kérjük. Egyelőre a piacon árulni és vásárolni is csak különleges biztonsági óvintézkedések betartásával lehet. A szupermarketekből megismert eljárási rendet alkalmazzuk mi is, tehát 6 óra és 9 óra között a 65 évnél fiatalabbakat várjuk szeretettel, és 9 és dél között pedig a 65 évnél idősebb korosztályokra számítunk. Az egészségünk megóvása érdekében nagyon fontos az, hogy a piac területére csak szájmaszk viselésével lehet belépni, tehát mind az árusítók, mind pedig a vásárlók szájmaszk viselésére kötelezettek. Emellett az eladóknak gumikesztyűt is kötelező viselniük. A Bonyhádi piac reggel 6 és déli 12 óra között lesz látogatható. De nem csak a piac újranyitásával kapcsolatban történtek fontos dolgok az elmúlt napokban Bonyhádon, ugyanis a szakemberek már a helyi termálfürdőt is elkezdték felkészíteni a nyári szezonra. A füvet már locsolják és a karbantartók is folyamatosan dolgoznak. A kormány rendelete értelmében ugyanis a vidéki fürdők újra kinyithatnak. Kijárási korlátozások könnyítése lehetővé tette, megteremtette azt a jogi helyzetet, hogy a szabadtéri strandok kinyithatnak. Polgármester asszonnyal egyeztettünk a kérdésben, és olyan döntés született, hogy a fürdőnek, aminek a Bonikom az üzemeltetője, június hónap közepén olyan állapotban kell lennie, hogy kinyitásra alkalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a medencéknek fel kell tele lenni vízzel, hatósági engedéllyel kell rendelkezzünk, laborpapírokkal kell alátámasztani, hogy a víz fürdésre alkalmas, és ha ezen feltételek együtt vannak, akkor megszülethet az a döntés június hónap elején, hogy június közepén kinyithatunk. A fürdő főszezonban akár napi 7-800 vendéget is fogadott a korábbi években, és túlzás nélkül kijelenthető, hogy nem telt el itt úgy hétvége, hogy ne került volna sor nagyobb szabású közösségi rendezvényre, elég csak a fürdőfesztivált vagy a röplabda mérkőzéseket megemlíteni. Fürdőnkről azt kell tudni, hogy ez egy szezonális létesítmény, a nyári hónapokban, egész pontosan az utóbbi évek gyakorlata alapján, a nyári szünethez igazodva fogadtuk a kedves vendégeinket,
a veszélyhelyzettől függetlenül mi már ideje korán a téli üzemmódból lassan, fokozatosan álltunk át a nyári üzemmódba, és felelősségteljesen tudom kijelenteni, hogy a részünkről nem lesz akadálya a nulla június közepén történő nyitásnak. Nyilván ez időjárás függő is, illetve a jogi környezet mit tesz majd lehetővé. A koronavírus miatt még sok a bizonytalanság a jövőt illetően, így a fürdő idei esemény naptára sem nyerte még el végleges formáját. Az viszont már biztos, hogy a téli üzemmódról való átállás során az üzemeltetők több apróbb, ám az ideérkezők kényelme szempontjából fontos fejlesztést végeztek el az elmúlt hetekben. Kisebb nem, de a kényelmünket, az ide látogatók kényelmét szolgáló fejlesztések idén is történtek, hogy más nem mondjak, régi vágyunk volt az, hogy bankkártyás fizetéssel lehessen a fürdő területére lépni, és a büfében is lehessen kártyával fizetni. Ennek feltételeit megteremtettük. A dolgozó személyzetnek a belső komfort érzetét növelő intézkedéseket megtettük. Irodaépületeket újítottunk fel, tehát részünkről készen állunk egy nyári nyitásra. A Banyhádi fürdő tehát a tervek szerint június közepétől várja a vendégeket, és most kanyarodjunk vissza Banyhád belvárosához, pontosabban a település játszótereihez. Azokat ugyanis folyamatosan fertőtlenítik a Bonikomen Kft. Munkatársai, így reagálva arra, hogy május 4-e óta a vidéki települések játszóterei újra látogathatóak. Heti rendszerességgel fogjuk a játszótéri elemeket fertőtleníteni, és magunk részéről így járulunk ahhoz hozzá, hogy akik szeretnék a játszótereket, biztonsággal tudják használni a jövőben Bonyhádon. A fertőtlenítés két munkatársam fogja végezni teljes felszerelésben. Hipót higítunk fel a ANTS előírásainak megfelelő mértékben. A oldat kiirtatását követő, fél órát követően veszély nélkül lehet használni ezen elemeket. Arra ügyelünk, hogy délelőtti órákban kerüljön sor, hogy aki délután vagy hétvégén használja, rájuk már abszolút semmi veszélyt nem jelent, sőt, inkább biztonságosabbá teszi mindannyiunk életét. Jó hír, hogy nem csak fertőtlenítik a játszótereket a városban, hanem a már folyó higiéniai munkálatok előtt kisebb fejlesztéseket is elvégeztek ezeken a területeken a szakemberek. A kijárási korlátozások időszaka alatt a Bonikom Nonprofit Kft.-nek volt ideje és lehetősége, hogy Bonyhád város területén található valamennyi játszóteret az időszaknak megfelelően felújítson. Ezen munkálatokat nem egyedül végeztük, hanem egy példaértékű összefogásnak köszönhetően Bonyhád város intézményi dolgozóival közösen történt meg a felújítás. Ez gyakorlatban annyit jelentett, hogy valamennyi játszóteret felkerestünk, az idők során, vagy a tél során fellépett károsodásokat javítottuk, pótoltuk a törött, repett alkatrészeket, majd valamennyi játszótéri elemet lefestettük, a festés követően pedig az ütéscsillapítóként funkcionáló homokot fellazítottuk, és ahol szükséges volt, pótoltuk. Bonyhádon tehát már javában készülnek a koronavírus utáni életre, a fürdő hamarosan kinyithat, a piac pedig már üzemel is, a sajnos még köztünk levő vírus ellen pedig folyamatosan fertőtlenítést végeznek a város játszóterein.